Hónapok óta gondolkoztunk rajta, hogy ennek a szegény fiúnak valami felelősségteljes feladat kéne, mert most az, hogy a Fradiban játszik, meg a magyar férfi kézilabda válogatott csapatkapitány, hát ez valljuk be kevés, így közel a 40-hez, úgyhogy képzeljétek, arra gondoltunk, hogy Lékai Máté legyen a Seiko és a Grand Seiko nagykövete, ő pedig azt mondta, hogy végre erre vártam egész életemben, úgyhogy szia Máté a mi kis csapatunkban, úgyhogy hányszor kiabáltunk a lelátóról neked, úgyhogy a mi kis, te kis csapatodban játsz egy jót, és most közös játszóterünk támadt, ennek épp ideje volt szerintem, nem? Egy igazi óra és sportrajongó. Itt van, én is örülök, hogy itt lehetek veletek, és köszönöm, hogy a csapattagja lehetek. Mármint Attilával, mert jól tudom, hogy te csak a konferenci vagy, de az. Köszönöm ezt a megtisztelő feladatot így a közel a 40-hez is, hogy beérett a munkájának a kézzel a karriernek. Igen, van valami látható eredménye a munkának. Attila nyilván mindjárt elmondja, hogy Máté hogyan kapcsolódott a mi kis csapatunkhoz. De azért szerintem egy mondatot mondjunk arról, hogy az, hogy valaki sportol, az nagyon klassz dolog, de az, hogy egyébként mennyi minden kattanása van még az életben, az nem evidens. Tehát vannak nagy darab beállók, akik például enni szeretnek, és vannak kis darab irányítók, akik pedig surranót és órát választanak szívesen. Tehát te mióta vagy óra kattant? Hát igen, az óra meg a cipő mániám az otthon már eddig is tudott volt, de egyre több ember felé kommunikálom ezt, talán a Tonta Tomival is volt egy videó, ahol a cipőimet mutattam meg. Trunk Tamás, így van. Óra, talán egy ilyen 5 éve volt az első olyan óra, amire azt mondom, hogy értékesebb volt, és nagyobb befektetés volt megvenni. Kaptam egyet természetesen, mint azért sok gyerek a ballagás, a 18 évesen, de az egy olyan óra volt, ami mai napig megvan, de azért azt nem tekintem az óra kollekció gyűjtésnek a kezdetének, hanem mondjuk az első órát, ami speciál itt is van, amit a Ramitól kaptam a 30. szülinapomra. A Tomira mondtam a trunkokra, Ramira mondjam a Lékai, vagy ezt majd mindenki levágta? A feleségem. Igen. Igen, azt a 30. születésnapomra kaptam, úgyhogy ezekhez szép emlékek fűznek, ez egy meglepetés volt teljes mértékben, semmiről nem tudtam, ő választotta ki, ő döntött, de tényleg egy nagyon, nagyon szép modellt választott, egy nagyon ilyen olyan. Akkor lökött meg ezen az órás lejtőn? Igen, azt gondolom. Ez a darab? Ő azt gondolta, hogy nem lök meg, de meglökött. Tehát és azt mondta, átkozza a percet, hogy megvetteleket az első Rolexet. Igen. Egyébként tényleg azóta, nem azt mondom, hogy szakértő egyáltalán az óráknak, de azóta vagyok jobban érdeklődő az óra világa felé, vagy meg az egész ilyen társadalom, hogy mondjam, akik gyűjtenek órákat, azóta ott a fórumon, oldalakon, stb. Is. És az óra és a cipő mellett van még más is egyébként? Tehát te ilyen gyűjtő típus vagy? Vagy pedig csak ez Lomis. Most költöztünk, és így azt gondolom, hogy azt mondtam, hogy nem, de amúgy tudom, hogy igen, mert annyi cuccunk volt, de nem igazából egyébként. Gombfoci csapatok. De nincs bélyeggyűjtemény, sincs semmi ilyesmi, se, nem tudom, itt szoktak még szobrokat gyűjteni, festményeket. Nincsen, megmondom őszintén, ezen kívül. Még egy nagy álmom van, hogy egyszer lesz valahogy az életemben egy Porsche-m. De azon kívül nincs más. Tehát egy Porsche elég, azt gondolom. Jó. Érdekes, én egyébként az érettségére egy plüssmajmot kaptam. Azóta, az olyan rég volt. Hát azóta nem gyűjtöm eszeveszett módon a plüssmajmokat, tehát ez is egyfajta szenvedély, kicsit drágább. Amúgy ezt elmondott, hogy melyik volt az első óra, a legelső? Ez a... Nem ez, hanem a legelső, az érettségére. Ja, a legelső kapott. az egy Tissot óra volt, de meg nem mondom már milyen modell, megmondom őszintén. A mai napig otthon van, és nagyon-nagyon-nagyon ritkán fel is leszem. És utána akkor a következő, amit már te választottál? Amit én választottam, az pedig ő lesz az. Hát ilyen mini lászúton voltunk a Ramonával az Egyesült Államokban, és ott akkor már ugye jobban beleásta magam az óratörténelembe, meg hát néztem is az órákat jobban, és azt gondolom, hogy ez is egy ikonikus órája az óratársadalomnak, egy Eroyalok. Akkoriban, ez jó pár évvel ezelőtt volt mind a két modell, akkoriban még azért lehetett úgy órát venni, hogy besétáltál és megvetted. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, mert azért ez nagyon sokba került akkor is már.
De a Ramona azt mondta nekem, hogy ő ott volt velem. Drágám, megértem. Ne, azt mondta, igen, ezt mondta, hogy ezért dolgozunk, ezért sportolunk, hogyha ez nekem nagy vágyam, akkor vegyük meg. Los Angelesben megnéztem a boltba, és utána átutaztunk Las Vegasban, és Las Vegasban megvásároltam, úgyhogy de egyiket sem bántam meg a mai napig sem, mind a kettőt nagyon szeretem. Na figyelj, mert kerüljünk közelebb hozzánk. Van egy nem is olyan nagyon ősi időktől számított óramániás, ez vagy te, aki kap egy fontos embert egy Rolexet, és innentől kezdve azt gondolja, hogy az óra egy fontos tárgy, és elkezd vele foglalkozni, olyannyira, hogy aztán meglepi magát az Egyesült Államokban egy, még egy a fölötti modellel. És az őrület ugye itt kezd eszkalálódni, és akkor most érkezzünk meg végre, tehát miért gondolja valaki azt, hogy nincs meg egy Grand Seiko nélkül a kollekciója? Tehát te neked a Grand Seiko az mi? Vagy mióta létezik a fejedben? Hát éppen azért, mert hogy egyre jobban érdeklődtem az óra világa felé, és hát egyszerűen az gondolom, hogy Grand Seikot nem lehet kihagyni, attól függetlenül, hogy nem svájci óra, hanem japán. Mind minőségben, mind technikában, mind szakértelemben azt gondolom minimum ott, de lehet, hogy még fölötte is van a svájci óráknak, és hát úgy voltam vele, hogy én mindenképpen szeretnék Grand Seikot az én kollekciómban, meg az életemben, mert hát tényleg. És mi melyik modell volt a hívó? Megmondom őszintén, ő volt a hívó modell. Ő volt az, akivel először így Grand Seikóként találkoztál? Vagy volt már? Nem biztos, hogy ez volt az első, amivel találkoztam, de ez volt az, amikor eldöntöttem, hogy én nekem biztos, hogy lesz Grand Seiko. Erre gondoltam, hogy ő volt az első olyan, amire azt mondtad, hogy igen, akkor most arra egyet lépnem kell. Így van. Ő volt a White Birch volt egyértelműen az. De ezt hozzáteszem, hogy utána tovább bújtam a Grand Seikokat, és hát annál lett egyre nehezebb a döntés, hogy melyik óra is legyen az a választottam. Nem bántam meg, megmondom őszintén. Nagyon gyönyörűek az órák, és hát tudnék még egy kb. Ötöt választani most így hirtelen. És egyébként van a fejedben, hogy ezt a filmcsatját a White Birch-nek lecseréljed, vagy ezzel most így teljesen megvagy? Csak kíváncsiságból. Mert egyébként nincsen hozzá gyári másik szív, csak... Megmondom őszintén, én nem gondoltam rá, mert ahogy látjátok, acélszíjas a többi óra, de lehet kipróbálnám, megnézném, hogy úgy milyen, meg úgy milyen viselni. Egyelőre nem jártam. Nem, ez csak hogyha belülről jön. Nem, megmondom őszintén, hogy nem. A másik óránál ugye látjátok, lecseréltük a szíjat egy ilyen nyáriasabb, sportosabb szíjra. Nyilván megvan a fekete szíj is hozzá. Ezt mondjuk. Nem csak én gondoltam így, hanem a mellette ülő úriember is, hogy ez... Sőt, az a már emlegetett hölgy is. Tehát azért azt mondjuk el, hogy Máténak ugye, mint látjátok, két Grand Seikója van. A kettő gyakorlatilag azért ül most egymás mellett, mert ismered ezt a Lékai kis Ramona nevű hölgyet, aki egyébként mindenféle dolgot nyomat neked. Tehát hol lett az egyből kettő? Nem. Ez úgy van, hogy elegáns órát is szerettem volna. Jó. De mivel ez... Tehát te is tudod, bemész a Seiko boltba, és esélytelen vagy dönteni egyszerűen. Annyi szép jó óra van, hogy nem tudtam dönteni. Uh-huh. És hát igen, ahogy szokott lenni, egy óráért mentünk, kettő lett belőle, de viccet félretéve, ez egy elegánsabb óra nyilvánvalóan. Az én életemben nem gyakran vagyok elegáns, de viszont amikor elegáns vagyok, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen óra mindenképp kell a kollekcióban, amit fel lehet venni egy öltöny, egy zakóhoz, akár még elegánsabb smokinghoz. Úgyhogy, és hát emellett természetesen eszméletlen gyönyörű szerint. Én jobban szeretem, attól függetlenül, hogy ez egy kronográfos, én nagyon szeretem az letisztult órákat, ami egy letisztult, gyönyörű, úgyhogy ez is első látásra szerelem volt. Egyébként Attilának is. Tehát ebből a szempontból, és a minimum egy szempontból közös az ízlésetek, mert Attila, amikor ezt az órát felrakta, nem ezzel a nyers, hasított bőr, szürkés, én mindig szürkésnek hívom, nem tudom miért barnásnak, nálam inkább szürkés. Szürkés szíjjal. Akkor emlékszel, hogy te voltál az első, aki azt mondta, hogy nem gondoltad volna, hogy egy ilyen kézihúzós, lapos, elegáns óra, ez passzol hozzád, és már akkor azt mondjuk a képek alapján, a katalógus alapján, hogy ez a szíj, ez eszmetlen, mit kihoz. A 007-esből. Az a szíj, ami az eredeti gyári, az egy ilyen lakkozott szíj, és az kifejezetten inkább egy öltönyös órát tesz, és azt mutattam akkor is, hogyha valaki fölteszi rá ezt a fajta szíjat, akkor ez egy teljesen hétköznapivá teszi egy farmeros pulcsis órává.
De valóban ennek a slimsége, ugye ennek a toknak, ami 2 évvel ezelőtt indult vonal a Grand Seiko-ban, ez egy teljesen új fejezet, és hogyha most ide tesszük a többi óráid mellé is, akkor látszik, hogy ez sokkal, igazán sokkal. Egy kakukktojás a sorban, így, hogyha tokvastagságra is nézzük, de valahogy nekem a viselésnél abszolút hétköznapiként is tudom hordani, annak ellenére, hogy ezt a tokot nem arra készítették, de mégis ezzel a szíjjal együtt már nagyon adja ezeket a mindennapokat. És aztán persze, hogyha olyan esemény van, akkor meg vissza kell pattintani a lakkozottat, és akkor meg van egy elegáns óra. Márti, te hogy választasz az órát reggelente? Ugye ez minden növekvő kollekcióval rendelkező óra tulajdonosnak egy nagy probléma, hogy nem szabad elfelejteni egy órát, de ugyanakkor mindig vannak aktuális kedvenceid, meg van egy napod, ahol most lehet, hogy csak épp susogósban bemész edzeni, van, hogy van civil programod, van, hogy ne vagy isten elegánsban mész. Tehát oké, eljöttél most a Whitebirch-be, de ha azt mondod, hogy csak miattunk van rajtad, akkor mondd meg, hogy alakul neked a reggeled? Hogy turkálsz, válogatsz, melyik néz rád szebben? Nem, először is nyilván attól függ, mi a programom az napra. Utána számít az, hogy milyen ruha van rajtam, hogy a ruhát nyilván az órához választod, vagy fordítva az órához választasz ruhát. Ez viszont változó, ez attól függ, hogyha van kedvem, hogy... Melyiket veszed fel először? Nem, általában egy... Ledobod a törő között és fel az órát, akkor na ehhez az lesz, hogy... Reggel átgondolom, és akkor tudom, de ez változó egyébként, hogy az órát találom meg elő, vagy a ruhát. Szóval ez a kettő befolyásolja leginkább, meg hát nyilván, hogyha most tudom, hogy azon a napon, nem tudom, operába megyünk este, akkor nyilván egy elegánsabb órát, hogyha csak sportolni, edzésre megyek, akkor nyilván egy sportosabb modellt, de mennyi ezek befolyásolják. Aztán néha belejön ez is, hogy az, amit mondasz, hogy hát ez már rég volt rajtam, akkor próbálok neki kedvezni, vagy hogy mondjam, és azt is fölvenni, és mindig vannak aktuális kedvencebbek, vagy hogy mondjam, olyanok, amiket éppen favorizálok. Úgyhogy ezek befolyásolják. Te cserélgeted naponta, nekem is van néhány órám, de általában egy hétig, két hétig szoktam egyet hordani. Nem mindig cserélgetem naponta, de... Nekem nincs meg ez a mindennap reggeli feeling, hogy na most akkor válaszunk egyet a sorból. Nekem az meg szokott. Nem. Amikor van idő, amikor nem a gyerek mondja, hogy apa, elkésünk az óvodától, akkor azért úgy, azért én szeretek ezen elmolyolni egy kicsit, de van akkor igen, van nálam is nyilván olyan, amikor több napig ugyanaz az óra van rajtam, de azért szeretem váltogatni őket. És mi vagy te? Márkafüggő, dizájnfüggő, szerkezetfüggő, feelingfüggő, elegáns per sportos függő, tehát igazából... Vagy csak simán egy jó érzés. Hát amit úgy ránézel, és... Mert ez egy nagyon széles spektrum, amit most lefettünk, tényleg a kézi húzós Grand Seiko-tól a... Szóval mi az, ami neked megakad a szemed? Hát, ami megakad a szemem. Tehát, hogy nincsen, nem vagyok az, aki nyilván először a külcsim fog nyilván megfogni a szememet, és aztán utána a belsejének, utána olvasok a történelmének, nyilván design is nagyon fontos. Igen, de nem úgy indul, hogy ez akkor most 168 óra járást szerkezet van, mert nem. Szerintem először nem így indul senkinek, még a legnagyobb óragyűjtőknek se, hanem először az, hogy tetszik-e neki az óra. Tehát, hogy így ránézel, és azt mondod, hogy azt tetszik-e. Aztán utána nyilván, hogyha most azt mondják, hogy annak valami nagyon komoly szerkezete van, óriási járástartalék, holdfázisos, turbillion, stb. Tehát nyilván lehet az egekig fokozni, de nála nyilván ez is fontos, de nyilván az ára is így növekszik, ahogy egyre többet tudnak. Úgyhogy nálam legelőször ad nyilván az, hogy tetszik-e az óra. Oké. Menjünk tovább, van egy kihívás számodra. Tomi barátunk, WT, küldött neked egy üzenetet, és azt kértük, hogy valami kis kihívás történjen itt köztetek. Nézzük meg a videót, és akkor utána várjuk a válaszodat. Rendben. Szia András, szia Máté. Máté, két rövid challenge-em lesz ma, két kérdésem, méghozzá ugye úgy tudom, hogy te azért az órák és a sneakerek összemecselését hasonlóan nagy művészetnek éled meg, mint én. Úgyhogy az lenne az első kérdésem, hogy szerinted az Off-White UNC Jordanemhez én milyen Seikót választottam, és még plusz egy kérdés, arra lennék még kíváncsi, hogy te a gyűjteményed egyik legékesebb darabjához, a Chanel Farrell Williams Human Racehez milyen Seikót választanál, milyen szíjjal, hogy illesztenéd őket össze. Kíváncsian várom a választ. Sziasztok! Hát ez ugye először tudni kell a két cipőnek a kinézetét, az egyik egy magasszárú, babakék, fehér
Jordan 1-es, amiben van benne egy nagyon kicsi narancsárga is. Most két irányba mehetett el a Tomi, hogy vagy a narancsárga a pici pontot, aha, vagy a kéknek a dominánsabb színét. Én szerintem a Seiko 5 sportnak volt van egy ilyen kék modellje. Szerintem őt választotta, vagy van egy narancsárga modellje is. Én a kéket választottam volna, de lehet, hogy van egy olyan érzésem, hogy a Tomi a sárgát választottam, mert van egy a sarkánál egy kicsi pont, ami narancsárga, uh-huh, hogy itt legyen a meccselés. Az én cipőm, amit nálam kérdezett, az pedig egy fekete-fehér Adidas cipő. Az pedig egy... Arról mit kell tudni arról a cipőről? Annak mi a története? Ha hát már az órák ne hallgattunk a sztorikat. Hát az a Pharrell Williamsnek, meg a Chanelnek, meg az Adidasnak volt egy kollaboráció, ez még... Senki más nincs már benne? Nincs ők hárman, de ez nagyon rég volt, tehát ez talán az első között volt az ilyen nagy divatházaknak a kollaboráció, tehát ez a Dior előtt, meg a Tiffany Air Force előtt, stb. Előtt volt, úgyhogy ebből 500 darab készült a világon, nekem van belőle egy, én is csak ilyen másodlagos piacon tudtam beszerezni használtan, de ez egy nagyon ritka, nagyon elsők között volt, hogy egy ilyen nagy divatház, mint a Chanel kollaborált a sneaker kultúrával. És ezt már tényleg lent a bankba, a trezorba kell külön hát lehetne ott is, nálam nem ott van, de az biztos, hogy az értéke, én nagyon-nagyon jó áron tudtam beszerezni, de az érték az a legekben van, pláne egy új modell. És mit választasz hozzá? Tehát hát, ez egy fekete-fehér cipő, hogy így leegyszerűsítsük, így, ugye? Így van, ez egy fekete-fehér cipő, aminek rá van írva az egyikre, hogy Chanel, másikra az, hogy Pharrell. Ebben megmondom őszintén, segített Attila, tehát ez nyilván nem fejből ment. A Seiko Sportnak mutatott egy modelljét, a hát, Automoai. Igen, hogyha a Tominak a Five Sports sorához szeretnénk igazítani, akkor egyértelmű, hogy ez megy hozzá. Ennek kell hozzá passzolnia, nem? Igen. A betűtípus valahogy nem is teljesen ide passzol, de a fekete-fehérségnek az a vonalassága, hogy a betűk rajta vannak a cipőn, az szerintem abszolút ezt dobja be nekem így elsőre. Így van, de én meg azért választanám inkább a Grand Seiko-ból. Mert igen, nem kell, hogy az Five Sports legyen. Nem, valami feketeség. Én meg ezt a sportmodell, ezt a búvár óráját választanám. SLG a 015, és a fekete áramlat. Így van. Én talán nyilván a másik is jó, mert nyilván egy sportcipőről beszélünk, vagy egy ilyen utcai sportcipőről beszélünk, és az egy ilyen kicsit bohókásabb hangulatot ad, hogyha a sportmodellt választjuk, de én talán a Grand Seiko-t választanám. Uh-huh. De hát ez nyilván ízlések mindenkinek teljesen. És árulja valahol, vagy mikor fogja elárulni a Tomi, hogy ő végül is mit választott, mert a játék ugye akkor kerek, ha Máténak a típére végül megmondja, hogy ha-hó, én végül is a narancssárgát, vagy a sötétkéket, vagy a világos kéket hát választottam. A Tomi elárulta már a fotózáskor, amikor ezekkel a cipőkkel bevonultunk a stúdióba, és ott elkészültek ezek el a képek. Azt hiszem, várjuk, hogy visszajön valami lecsőről. Hogy lettem Seiko óra szponzorát, és kerültem rá a Seiko magazin címlapjára? Először is végigcsapattam a belvároson egy síléccel a vállamon egyenesen a Seiko butikba. A Seiko Sports 5 modellek közül válogattam, és egy GMT mutatós szépségre esett a választás, ami meccselt az Off-White UNC Jordanemhez. Nagy respekttel van a márka, fiatalok iránt is nagyon menő szolgáltak ki, még az egyik óramester egy Lost and Found Jordan 1-es is volt, és nézi is a videóim, és ezek itt a csodálatos Grand Seikók, amikből egy valójában fel is tűnik a következő videóklippemben. Át is mentünk egyenesen a fotóstúdium, összeraktam a legtűzebb outfiteim, és a sílécem is hoztam persze, hiszen a Seiko engem, mint magyar színekben induló legjobb férfi szlalom világranglista ponttal rendelkező sielőt a síkarrieremben támogat. Nem, a Tomi választása egyértelműen a narancssárga, narancs. Szerintem a vagányság miatt, hogy ez az egy kicsit erősebb, mint egy akár egy fekete számlapon a sötétkék, annak ellenére, hogy az is egy vagány darab, de a narancssárga azért messzebbről fénylik. Hogyha így fejezzük ki magunkat, úgyhogy az a Tominak most a csuklóján. Tomi tehát narancssárgában utazik, te pedig is egy picit, Máté, vissza tudunk térni a saját választásaidra, ugye nem tudom, mennyire mentél utána a sztoriknak. Minden ilyen Grand Seiko számlapnak van egy nagyon szép sztoria. A White Birch azért, mert tudjuk, hogy ez a típusú fanő a stúdió ablak előtti erdők szélén, vagy az erdők ebből a fából állnak. Ez az óra, amit választottál, ez a kézi húzós, ez pedig a Suvato, ami szintén egyébként a Grand Seiko stúdió környékén található, a Suvato fagyott felszíne. És én azért akartam ezt kiemelni, mert csak mutatóba elhoztunk neked egy órát, amiről pár hét múlva nagyon-nagyon részletesen fogunk majd beszélni.
Nem tudom, látod-e az összefüggést, hogy miért párosítottam össze a te egyik óráddal ezt a Grand Seiko-t? Hát ez az a durva, hogy még nem vetted le a fóliát, azt gondoltam, hogy ez fekete számlapú is, hogy levetted így inkább ilyen kék, sötétkék. Uh-huh. Hogy mi akkor, hát Spring Drive van mind a kettőben, nyilván nem erre gondoltál. Igen. Miért raktam emellé ezt? Hát megmondom őszintén. Megmondom akkor én. Azért, mert mind a kettő a Lake Suva, vagyis a Suvato órája, csak te a fagyott felszínt választottad, ez pedig a nap lemenő fényében az utolsó fénysugár mellett a sötétkék, de ugyanaz a mintázat. Ez véletlen. Hát el kéne menni megnézni, nem? Igen. Amúgy imádom ezeket a visszatérő formákat. Szóval elmondod, hogy te például mit láttál a saját Whitebirch-ödben, és miért a Suvato fagyott hullámzása fogott meg a kézi húzós 007 esetben? Hát, ha most mondanám azt, hogy nyilván az ember, ez a tó az egyik, igen. Ez a tó az egyik kedvencem befagyva. De nem, hát egyszerűen te gyönyörű, egyrészt az, hogy tényleg minden árnyalata megvan a kéknek, ez a halvány kék egyszerűen annyira elegáns, és nyilván a Whitebirch-nek is, meg a Suvatónak, órának is a hátlapján ugye látszik egy kicsi domborulata, ahogy éppen forgatod, vagy ahogy esik rá a fény. Uh-huh. Semmiféle ilyen nem volt, hogy most akkor ez a Suvato befagyva, vagy a, uh-huh. vagy a fa, hanem egyszerűen, amit mondtam az előbb is, ez a szint tetszett meg, vagy ez az óra számlap tetszett meg. Mind a kettő szerintem azért eléggé letisztult, tehát ennél letisztultabb szerintem már nincs is nagyon annyi egy naptár van rajta, ugye? Igen. Egyszerűen amit megtetszett. Tehát nem jött ilyen, hogy Suvato befagyva, akkor ez kell nekem most, hanem azért tetszett ez, mert gyönyörű. Hát még emlékeim szerint volt valami némi inspiráció, hogy legyen egy elegánsabb. Nyilván a feleségem ott volt, és hát én is egyébként, hogy mondjam, nyitott voltam már rá, hogy legyen egy elegáns óra a sok acélsportmodell mellé, de nyilván elegáns órából is van rengeteg féle, és mégis ő lett az, mert egyszerűen ő fogott meg. Meg ugye arról beszéltünk sokat, azért ez most jut eszembe, hogy ugye te mindenképpen világos számlapot akartál. Így van, meddig kotortuk a netet egyébként, hetekig küldözgettük neked, hogy nézd, csak a fehér árnyalatait, akkor még a világos képről nem is volt szó. Van, ugye azon a diffi az eddigi óráidhoz képest, hogy egy világosat akartál. Így van. Ez, hát ugye a kollekció bővüljön meg egy olyan, ami nem volt, és azt gondolom, hogy két. Tehát jól tudom, Attilának is van egy ilyenje. Igen. És hát azt gondolom, ez két ikonikus óra. A szíját megmutat, azt hozzáteszem gyorsan, mert... Igen, mert kedves Attila nem tudta, hogy a boltba árulnak ilyen szíjat. Bocsánat, hogy te szakmai titkot elárulhatok, de volt a boltban egy ilyen szíj, és igen, ezt lenyúltam előre. Hosszú évek keresgélését követően ott Máté volt. Bejött a boltba, igen. És rámutatott a... Igen. Mint az alkimistában a könyvben. 60 centire mellettem. Kiderült, hogy ott van a kincs, honnan indult. Igen, ez egy vicces történet volt. Na jó. Hát köszönjük szépen, Máté, hogy eljöttél, itt voltál velünk. A jövőben a Seiko kedvelők még azért fognak veled többször is találkozni, úgyhogy legközelebb szerintem már a Balatonon megbeszélünk egy közös vitorlázást a katamaránon, ott készítjük úgyis majd az egyik következő videónkat, és akkor szerintem Tomit is oda elhívjuk, és akkor ott egy másik kihívással visszavágunk neki. Semmilyen körülmények között nem javaslom a nem vízálló, hasított bőrszínkel ellátott elegáns órázat viselésre a katamaránon. Igen, köszönöm is. Ez utolsó baráti jó tanácsom. Úgyhogy, hát köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok, hogyha tetszett a videó, és szeretnétek Mátéval is minél többször találkozni, akkor nyomjatok egy lájkot, velünk legközelebb, jövő hét pénteken, velem hétfőn tudtok találkozni. Mátéval legközelebb a Párizsi Olimpia döntőjében. Így legyen. És ha eddig nem tettétek volna meg, akkor itt nyomjatok rá a feliratkozás gombra is, hogy a következő videóról is kapjatok értesítést. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.